Göncz Árpád már nem él. Antal József nem él. Az MDF nem létezik. A Szabaddemokraták Szövetsége nem létezik. Nem ismerek Magyarországon. Honnan elmélkedsz elétszer? Istennek hála. Olyan jó esik hallani. De nincs senki, aki... És a Népszabadság is bezárt. Azt is tegyük. Nincs senki, aki, aki azt mondaná, hogy ő akár politikusként, akár pártként sértve érezheti magát. Szellemi utódja lehetne ezeknek a szervezeteknek, pártoknak, szövetségeknek vagy politikusoknak. Nyilván vannak olyan kollégák, akikről konkrétan tudod, hogy ellenzéki szimpatizások, ők is, hogy mondjam, volt annyi vér a pucájukban, vagy annyi tisztesség, hogy gratuláljanak? Persze. Ők voltak többségben. Amúgy mert eleve ők vannak többségben ebben a szakmában azért. Nagyon diplomatikusan fogalmazol, és majdnem hinnék neked, de azért feltűnt nekem a filmben, hogy például nem szerepelt benne egy teljesen indokolatlan gimnazista, akit Molnár Áron játszik. Tehát szerintem ez az első magyar film volt, amiből kimaradt Molnár Áron. Hát én mondok még valamit egyébként, szintén nem szerepelt a filmben egy külügyminiszter, Jeszenszky Géza, akinek szerintem egy kicsit, szerintem ezt ő nem vallaná, vagy szerintem rossz néven is vett. Tudod mit? Egy kérdés, ami már régóta foglalkoztat. Ha felkérnek, eljátszottad volna? És tegyük, hogy minden képességed megvan hozzá, színészi képesség. Nincs egyébként. Tételezzük bár fel. Amennyi Molnár Áronnak talán. Annyi van. Tehát eljátszottad volna? Apám. Nagyon gyorsan az infók, hogy mi hamarabb el tudjátok kezdeni nézni a videót. 2 hétig le voltam tiltva. Végre most épp újra enged feltölteni a YouTube. De ki tudja meddig. Nagyon súlyos a helyzet, úgyhogy ha tutira szeretnétek velem kapcsolatban maradni, akkor gyorsan gyertek át a Rumble csatornámra. A YouTube-ra már amúgy is minden videóból csak a rövidített, cenzúrabiztos változat kerül fel. Lent a leírásban megtaláljátok a közvetlen linket ennek a videónak a teljes vágatlan változatához és a Rumble csatornához is. Iratkozzatok fel, nincs cenzúra, a balos feljelentők hiába erőlködnek, lehet a valóságról beszélni, ez a mi közös csatornánk. www.rumble.com, de már nem csak weben tudod nézni, hanem az applikáció is elérhető. iPhone-ra simán az App Store-ból, Androidra pedig egy weboldalról tölthető le hivatalosan, ennek a linkjét is megtaláljátok lent a leírásban. És egy nagyon nagy köszönet mindenkinek, aki már vásárolt a Hobbista webshopban, ezzel is segítitek a munkánkat, hogy még több új videót tudjunk nektek készíteni, és bemutathassuk a valóságot a média agymosással szemben. Folyamatosan megújul a kínálat, jönnek az újabb termékek, pólók, bögrék, táskák, törölközök mellett hamarosan érkeznek az autóillatosítók is. Ha még nem jártál a webshopban, nézz körül nekem, most épp ez a kedvencem. Ezzel tudjuk kiválóan bosszantani a lipsiket, www.hobbistawebshop.hu, és kezdődjön a videó. Sziasztok, ez itt a hétvégi Hardcore Hobbista második része. Továbbra is Olá Laurával, Takács Áronnal, Ambrózi Áronnal és Varga Ádámmal. És megérkezett vendégünk, Tőzsér Ádám, most már díjnyertes filmrendező, a Blokád című film rendező. Hát gratulálunk először is. Köszönjük szépen. Pontosan milyen díjat, és több díjat is elhoztatok, ha jól érzékelem. Igen. Akkor mesélj, jól érzékeled. Hogy miket? 7 díjat kapott a Magyar Mozgókép Fesztiválon a film. Megkapta a legjobb filmdíját, megkapta a legjobb férfi főszereplőt Seres Zoltán, megkapta a legjobb női mellékszereplőt Tóth Ildi. Most áll meg, ha nem tudod mindent, mert akkor ne legyen kellemetlen, hogy egyet vagy kettőt hagysz ki, akkor inkább hagyjunk ki 4-et. Megpróbálom felsorolni. Megkapta a legjobb maszkot Görgényi Réka és csapata. Megkapta a legjobb forgatókönyvíró díjat a Köblin Orbi. Megkapta a legjobb operatőr díjat a Nagy Andrés. És a legjobb rendező? A legjobb rendezőt a Csoma Sasi kapta, a Magasságok és Mélységek. Hát pont azt nem kaptad meg. Című filmért. Miért nem őt hívtuk meg? Viccen kívül, most ez nem egy, ez egy, mert ugye vannak ezek a különböző díjak, a minőségi újságírástól kezdve nagyon sok mindenért, amit a belpesti liberális értelmiség hatalmas válveregetések közepette egymásnak imád átadogatni. Ez a Magyar Mozgókép, még egyszer? Magyar Mozgókép díj. Mozgókép díj, ez egy régi patinás díj, ugye? Tehát ez nem egy ilyen
Nagyon régi, ez a harmadik. Ilyen. Ez a harmadik, akkor nem olyan régi. Nem. De a teljes szakma képviselteti magát mind a indulók, vagy hát a versenygők filmek között, mint pedig a szakmai odaítélésben. Kik adják oda ezt a díjat? Hát van egy szakmai zsűri. Én azt gondolom, hogy ebben, hogy idén ez, ők valóban egy szakmai zsűri volt. Tehát ők tényleg megbecsült, és komoly szakemberek a zsűri tagjai. De nyilván az a vád persze, hogy éri a őket is, gondolom, meg hát titeket is, meg általában a filmet, hogy persze, hogy ez egy politikai kurzusfilm, és persze, hogy kapott egy, vagy ilyen esetben több díjat is, mert valahonnan valaki föntről oda szólt, hogy ennek a filmnek díjakat kell adni. Nem azért ez, csak feltételezem a független objektív sajtóról ezt a hozzáállást, de hogy mondjam, ez nem előítélet, hanem inkább utóítélet, mert ismerjük őket. Nézd, nagyon sok buta dolog terjeng, és sok butaságot mondanak. Alapvetően a díjak, azok mindig csak díjak. Nekem sokkal fontosabb az, hogy a közönség mit szól a filmhez, és sokkal fontosabb az, hogy minél többen lássák, és minél több emberhez eljusson, és minél több emberhez szóljon ez a film. Nyilván egy alkotónak ez a legfontosabb visszajelzés, hogy a közönség mit reagál, mert azt nem lehet manipulálni, meg az biztos, hogy nem. Hogy mondjam, az nem. Kivéve az IMDb-n, ott megváltoztatták a kis kitekintést, ott megváltoztatták a pontozási rendszert, mert túl rosszra értékelték. Mert lehúzták a kis hablányt, amelyet ugye... Vókosítottak, még a ló is fekete benne. Tehát az IMDb-n húzták le. Ennek után olvastam, és meg kell védenem az IMDb-t. Az történt, hogy azokban az országokban súlyozták alacsonyabbra a szavazatok számát, ahol még be se mutatták a filmet. Csak volt ez a rasszista felhördülés, és azért elkezdtek nullát. Tudják azokban az országokban, hogy a hal az nem egy néger nő, ennyit tudnak. Remélem a hírtévés adást látják először a nézők, ahol Ambrózi nyíltan bevallja, hogy köze van a muciológiához. Igen, ez már a második alkalom, igen. Ennek két, a bizonyságát. A harmadiknál kiesett. Na de az IMDb-nél ott volt az is, hogy az IMDb lepontozták hát az elkurtukat, de a blokádot is lepontozták az IMDb-n, tehát azért a közönség ítélete, az, nyilván az nem a valódi közönség volt, hanem a trolloké, de a valódi közönség ítélete fontos, sajnos ma már ugye könnyű manipulálni ezt a fajta ítéletet is, de a blokádnál azt gondolom, hogy a média, meg talán a filmes szakma egy része is, ugye ilyenkor rögtön azzal vádol benneteket, alkotókat, hogy azért kaptatok egy válveregetést. Azért kaptatok díjakat, mert ez válveregetés a kormányzat részéről, amelynek a elemi érdeke, hogy ez a film sikeres legyen. Tehát én azt gondolom, hogy a nézőket nem lehet átverni. Mindenkinek azt javaslom, aki még nem látta a blokádot, hogy nézze meg. Ezt én ismerem, javaslom, mert minden mellett, hogy miről, tök jó a film. És egy csomó kérdést helyre tesz. Igen, jól sikerült a film, és attól függetlenül is jól szórakoznak, vagy egy tartalmas időtöltés azoknak is, akik nem ismerik ennek a történelmi hátterét, akik nem éltek még akkor, vagy akik egyáltalán nem érdeklődnek a téma iránt. Tehát van olyan barátom, külföldön élő srác, aki abszolút apolitikus, erdőbe jár gombát szedni, tehát körülbelül az érdeklődési köre, megnézte a filmet, és teljesen oda volt érte. Mert nem a politikáról szól, nem a közéletről szól, hanem van egy emberi, tehát az emberi tartalma, ami igazán vaskos ennek a történetnek, és az, hogy ezen van egy ilyen ruha, ami éppen egy történelmi kor, ami éppen a magyar demokrácia fölállítása, attól függetlenül az emberi üzenete az egyetemes, és ez lehetne egy egész más szakmában. Történetesen politikusokról szól. Ez külön érdekesség, mert az emberek kíváncsiak a politikának a hátterére, hogy mi történik az zárt ajtók mögött, hogy milyen döntéseket mik motiválnak. Eltelt több mint 30 év, most már sokkal jobban látszódnak ezek a dolgok, hogy ott és akkor mi történt. Sokkal jobban lehet analizálni ezt, és sokkal jobban lehet hideg fejjel megközelíteni ezt a témát. Lehet hideg fejjel megközelíteni? Mert azért itt, ahogy mondtad, van egy emberi, nagyon, nagyon fontos emberi vonal is, ugye hát azért Antal József már betegen csinálta végig, nem akárhogyan.
és hát a rendszerváltozás kisiklatása, ez ugye ez egy közkedvelt kifejezés, és nyilván más különböző embereknek ez különböző dolgot jelent, de az tény és való, hogy a társadalmi legitimitást szerzett, tehát választásokon győztes kormányzat mozgásterét abszolút alkotmányellenes eszközökkel ez a taxis blokkád korlátozta gyakorlatilag egészen a ciklus végéig. Tehát abban az egyébként is nagyon nehéz történelmi helyzetben, ugye a rendszerváltozás és az ezzel járó gazdasági nehézségek közepette, meg egyéb nemzetközi politikai viszonyok közepette, az amúgy is egyébként, hogy pusztán parlamentárisan nézzük, akkor erős felhatalmazású, mert ugye közel 60%-a volt a MDF-KDNP kisgazdapárt a kormánynak, de hogyha azt nézzük, hogy a de jure végrehajtói hatalom, tehát a kormányzat, illetve a törvényhozó hatalom, tehát az országgyűlés leszámítva, a többi hatalmi ág, a bíróságok, és ugye a média, amit most már abszolút negyedik hatalmi ágnak nevezünk, de az erőszakszervezetek, rendőrség, katonaság, stb. Ezek egyike se volt a kormány kezében, tehát eleve egy, ha nem is béna kacsa, de nagyon nehéz helyzetben levő kormány volt, de mégiscsak volt egy komoly politikai legitimitása, és ezt ásta alá az SZDSZ, ennek a taxis blokkádnak a meg nyugodtan, tehát tudjuk, hogy azért az SZDSZ nagyon vastagon ott, meg a posztkommunisták ott voltak a megszervezése mögött. Tehát hova akarok kiukadni, hogy azért ezt nagyon nehéz hideg fejjel végignézni, nem? De muszáj, és úgy is csináltuk. Vagy jó, oké, ti mint filmesek, és persze is... nektek ez egy történet, amit meg kell filmesíteni. Tehát ezek, amit mondtál, igen, ez is egy aspektus a dolognak, részben értek egyet ezekkel. Az biztos, hogy ami egy kulcskérdés a korszakkal kapcsolatban, hogy Magyarország tanulja a demokráciát, akkor nincsenek még szokások arról, hogy is kellene egy demokráciában élni, hogyan kell tüntetni, hogyan kell tiltakozni, mik a határai egy tiltakozásnak, mik a lehetőségei az államvezetésnek, hogy a tiltakozókkal hogyan lépjen föl, hogyan tárgyaljon velük, stb. Tanulták a demokráciát, és valóban nem egyik napról a másikra nem virrad ránk a demokrácia egy több évtizedes terrordiktatúra után. Persze, főleg a politikai profizmus nem virrad ránk. Hát a politikai profizmus pedig különösen nem. Hát nem voltak profi politikusok. Nem voltak profi politikusok, hát Antal profi politikus volt, de autodidakta módon. Őnek az édesapja is politikus volt. Ő politikusnak készült. Neki a zsigereiben volt, de a többiekre ez általában nem volt jellemző. És például ott volt Horváth Balázs, aki egy fantasztikus ember volt, egy fantasztikusan felkészült jogász volt, de belügyminiszterként nem állta meg a helyét. Akármilyen jó ember volt. Ez is benne van a filmben. És nem ő volt az egyetlen. Kúnya Imre már belügyminiszterként is sokkal, utána sokkal igen. sikeresebb. Lehet, hogy megtanulta az alatt a pusztán egy-két év alatt. Igen. Igen. És az, hogy itt az SZDSZ mennyire áskálódott és ármánykodott itt a háttérben, szóval ezt is olyan hidegebben kezelném. Hidegebb fejjel. Mert ők, én nem gondolom, hogy ők valamilyen háttérhatalmat képviseltek volna. Hanem azt gondolom, hogy volt egy spontán tiltakozás, amire ők rátelepedtek. De hát ők ezt úgy érezték jónak, ott és akkor. A film is ezt állítja, Göncz Árpádról is ezt állítja, hogy ők egy lehetőséget láttak abban, hogy van egy jogosnak vélt elégedetlenség a társadalomban, amit ők meglovagolnak azért, hogy megszerezzék a hatalmat. Előtte van egy önkormányzati választás, ez is benne van a filmben, ahol hiába van, ahogy említetted, egy komoly legitimációja az MDF kisgazda kereszténydemokrata kormánykoalíciónak, mert 60%-os többségben vannak a parlamentben, de előtte van egy önkormányzati választás, amit elvesztenek. Igen. És ez pár héttel a taxis blokkád előtt van. Ez felhatalmazva érzi magát az SZDSZ arra, hogy a legitimációja van arra, hogy megszerezze a hatalmat, és megpróbálják megszerezni a hatalmat. Nem gondolom, hogy ezt így tervezték volna, vagy így. Nincs erre. Tehát nem gondolod, hogy ők találták ki, hanem hogy igen. megtörtént, tényleg van ilyen, hogy spontán tiltakozás abszolút, de és arra ők rátelepedtek, de hát akkor ez egy nehéz, nyilván nehéz ezt
még utólag is nehéz eldönteni, mert egy csomó információ nem áll rendelkezésünkre, és ugye vannak, lehet párhuzamokat vonni, hogy a pedagógus demonstrációkban is van egy jogos, vélt vagy valósan jogos, de részben természetesen persze jogos elégedetlenség, ami ott bugyog szervezetlenül, de ott elég egyértelműen megállapítható, hogy a ellenzéki pártok és a pedagógus szakszervezetek, amik az ellenzéki pártoknak, hát azért inkább ilyen fiók szervezetei, már nagyon az elején a szervezésnek az élére álltak. A taxisblokádnál ez szerinted akkor lehet, hogy kevésbé volt így? Bár ott az egész meg nagyon rövid volt, tehát tényleg egy nap alatt robbant ki, és tartott még, mit tudom én, 3 napig. Ez egy borzasztó gyors lefolyású betegség volt. A film nem állít ilyet, hogy nem is nagyon foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nincs rá bizonyíték, és az nagyon fontos volt a film forgatókönyvírójának, Köbli Norbertnek, és nekem is, hogy ez a film ez olyan állításokat tegyen, amelyek védhetőek évtizedekkel később is. Vagy tehát leginkább kikezdhetetlenek. Kikezdhetetlenek, igen, kikezdhetetlenek, és nem ültünk föl semmilyen legendának. Se jobbról, se balról. Ez egy tárgyilagos. Az nagyon jó, hogy egy legendának semmiképp nem ültetek fel, a Göncz legendának. Mert Göncz Árpádnak egy olyan mitoszt kreált a magyar baloldal, nyilván élén az SZDSZ-szel és a médiával, mint ugye a jóságos nagypapa, aki egyrészt nagyon kedves és közvetlen, egyébként meg a magyar demokráciának az igazi őre, tehát Göncz Árpád ennek mindennek az ellenkezője volt, és egy végtelenül hiú, könnyen befolyásolható, tehát nem azt mondom, hogy zsigereiben gonosz ember, az az SZDSZ-ben volt azokban bőven elég, de egy narcisztikus hiú, aki könnyen elhitte saját magát, hogy ő most tényező, mert nyilván ugye a paktum kapcsán került ő a köztársasági elnöki pozícióba, és Antal Józsefnek köszönhetően, de ő ezt azt gondolta egy idő után, mert nyilván az SZDSZ meggyőzte, hogy Árpi bácsi, annyira csodálatos vagy, hogy ő már ezt el is hitte, és a film nagyon jól megmutatja az ő végtelen hiúságát, és igazából a gerinctelenségét is, amivel ezt az egész helyzetet és az Antalhoz való viszonyát is kezelte. Úgyhogy tőlem is kap egy díjat a film, így 8-ként. Nézd, ebben a témában is én picit visszafogottabban fogalmaznék. Gondoltam, hogy már látom a habitusodon, hogy te visszafogottabb vagy, de én lehetek egy kicsit. A film is visszafogottabb ennél. Tehát a film azt állítja Göncz Árpádról, hogy ő politikusként, amikor lehetőséget látott arra, hogy átvegye az ország irányítását, akkor ezzel élni akart, ezzel a lehetőséggel. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel a YouTube csatornámra, itt mellettem, hogy a többiről sem maradj le. Köszi!